Keres szépet neki. Időm ment, bölcsöm ingatán, a kar elviszti ki. S jutott eszembe számtalan, szebb nézem gondolat. A kis szobába toppanék, söpült felém anyám. Sincs itt a hajkám, szótlanul, mint gyümölcs a fáj. Sincs itt a hajkám, szótlanul, mint gyümölcs a fáj. Szilárd és partnere Völgyesi Gabi. És ez nagyon szép volt. Nem tudom, ezzel a dallammal, ez a szöveg engem legalábbis nagyon megérintett. Jó érzés volt. Köszönjük. Szíven vágtál, Sági, nem haragszok rád, jó van. Tényleg szarul főzök, bocsánat. Na. És még csak nem is. Zsűri is, nézzek, milyen aranyosak lettek. Tibinek emberi arca lett, figyelj. De ez csak átmeneti. Danny Blue nem tudta megcsinálni, te pedig igen. Igen, most nyilván lehetne sok mindent mondani, meg lehetne a dolgot elviccelni. Amikor én meghallottam, hogy ezt a dalt fogjátok énekelni, én nagyon aggódtam értetek, mert nem szerettem volna, hogyha ti lettetek volna az első kieső. És én aggódtam emiatt, hogy nyilván mindig hálátlanabb dolog egy tempótlan dallal jönni valamivel, amikor nincs ott egy diszkoritmus, ami a fele bulit elviszi. És én aggódtam, és elképesztően megható volt, nagyon-nagyon jól működött az egész, ahogy újra lett hangolva, hogy lett a dolognak egy ilyen magyaros színezete, ahogy a versel összehangoltátok, nagyon-nagyon jó produkció volt, nagyon megható volt, megállt a levegő a stúdióban, és ez így volt jó. Andi? Köszönjük szépen! Sok új újdonságot nem tudok hozzátenni, esetleg még annyit, hogy itt ehelyett hadd gratuláljak azoknak a kreatívoknak, akik az egész színpadképet kialakították, mert elképesztően ötletes, és szerintem nagyon jó ízlési dolog. Az, hogy ebbe úgy tudtatok beleilleszkedni, hogy ez egyáltalán nem volt nyálas, meg olyan ciki, meg olyan jaj, nem áll, meg izé, hanem egyszerűen minőségi volt, finom, intelligens és érző, ez úgy nagyon az én ízlésemnek való, úgyhogy gratulálok, nagyon jó volt. Köszönjük. Kuki? Hát ami szép, az szép, és ti gyönyörű voltatok itt a színpadon. Tényleg először gyönyörű a zene, a melódia fantasztikus, a szöveg hihetetlen jó. Szóval megható volt, ahogy mondta Tibi és Andi, nem tudok semmit más mondani, hogy gratula és fantasztikus. Na, még egyszer, Kuki? Fantasztikus. Köszönöm, Fati. Nem tudok mondani, jó volt. Tesztikül. És még egy valami volt egyébként, amire fölhívnám a figyelmet, hogy milyen elképesztő ma már a technika, hogy amikor a Szilárd lerakta a gitárt, az játszott tovább. Na ez volt a nagyon nagy dolog. Ma már azért akármit meg lehet csinálni. De a Szilárd nagyon szép készült vagy, erre. Nagyon készült a sóra a Szilárd, úgyhogy ez is a készülés része. Betanította a gitárt, az meg magát gitározta, amikor letette. Ez olyan, mint tudod, mintha egy ilyen főzős műsorba kavargattad egy darabig, és amikor el akarsz menni, kavargatja magát tovább a húsleves. Zseniális, ott nem akarom elviccelni. Jó. Köszönöm. Akkor nézzük meg a pontokat. Kuki? 10 pont, gratulál, 10 pont. 10 pont, hát persze. Hát ha úgy pont az a zsűri, ahogy dicsért, akkor nem lesz nagy meglepetés, Andi. 10 pont. Köszönjük. Na Tibi. Jó, ezt most egyszer így megettük, tényleg hatásos, nagyon jó volt, jövő héten kokocsámból legyen 10 pont. Lett megint egy 30 pontosunk, gratulálok nektek, nagyon nagy volt az összhang köztetek, jó volt a dalválasztás, először tudtatok énekelni, nem tudunk már tovább dicsérni titeket.